Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy heti jóslás június 4-éig. Június 1-én a hold eléri Kétút, a lefele mozgó kármikus csomót. Ez jelenti a múltat, az emlékeket, utal egy belső útra, ez lehet egy spirituális terület, vagy aktiválja az érzelmeket. Június 4-én teli hold van. Ez a teli hold megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Ez a hold, ez a teli hold, az a kígyó tartó csillagképpen található, és ez a kígyó tartó nem más, mint a klasszikus görög mitológiából ismert Asklépiosz. Én úgy mondanám, ez egy égi orvos, jelenti a gyógyító erőt, vagy témákat, ami az egészségügyre vonatkozik. Ez lehet a munkád, a hivatásod is. Ezen a napon, amikor ez a hold, teli hold van, június 4-én Merkur bolygó eléri Uránusz bolygót, és együtt hatnak. Ez jelent meglepetéseket, vagy egy hírt, amire nem számítottál. És most megnézzük azt, hogy mit közölnek a kártyák. Itt látható a csillagkép. Ez jelenthet szerencsét. Utalhat spirituális területre. Azt is jelentheti, hogy a megfelelő időben, a megfelelő helyen leszünk, ahogy ez a csillagképekben meg van írva. És legyen meg ez a bizalom. És mi van körülötte, milyen témák, azt mutatják itt a körülötte lévő kártyák. Itt megjelennek az egerek, és ahol az egerek vannak, azok felfalnak valamit, tehát eltávolítanak bizonyos kártyákat. Itt az egerek mellett megjelenik a felhő. Ez olyan, mint egy fátyol, amikor valami nem látható. És ezeket a dolgokat, ami eddig átláthatatlannak tűnt, most eltávolítják az egerek. És itt a gólyák jelzik már a változásokat. Egy vonalban a csillagokkal és az egerekkel megjelenik ez a kártya, tehát kihat az eseményekre, és ha te egy hölgy vagy, akkor kapcsolatban állsz az egerekkel és a csillagképpel. Mint mondtam, ott, ahol az egerek megjelennek, eltávolítanak valamit, tehát kivált nálad félelmeket, mert félsz attól, hogy valamit elveszítesz, hogy lesznek kiadások, vagy elveszíted a munkádat, vagy a lelki társadat, tehát kiváltanak félelmeket, de legyen meg a bizalom, hiszen az egerek mögött ott vannak a csillagok, akkor is, ha nem azonnal jelentkezik, hanem úgy történnek a dolgok, ahogy a csillagképben meg vannak írva, a jövőt illetően ott látható a szerencse, és itt láthatóak a változások. A fölötted lévő képek utalnak a gondolataidra, és az itt látható. A kulcs jelenti a te magabiztonságodat, és ez a fa
a biztonság érzetét, hiszen vannak nálad célok, ahova szeretnél elérkezni, ahol úgy érzed, megvan az alap, ahol le tudsz gyökerezni. Ez a fa jelent egészségügyi témákat is. Ha beteg voltál, akkor itt lesznek változások, szerencse, gyógyulás. Ha valaki beteg volt a környezetedben, ott is lesz gyógyulás. Biztos lehetsz ebben, ezt jelenti itt a kulcs. Ez a fa utalhat a hivatásodra is, ha ezen a területen dolgozol, egészségügyben, akkor itt számíthatsz változásokra, és ezzel a kulccsal kinyílik számodra egy új ajtó, és jelenti a lehetőségeket. Tehát lehet egy változás, és kapsz egy jó munkahelyi ajánlatot. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban vagy, és megnézzük azt, hogy mit jelentenek ezek számodra. Itt a szív utal a szerelemre, de azt is jelenti, amit kedvelsz, ami fontos számodra, ahol szívvel, lélekkel benne vagy. Amit ez a medve jelent, ez az életerő, hogy ez a szerelem, ez a párkapcsolat erősödik, ez ad erőt számodra, vagy te segítesz a lelki társadnak. Ez a medve jelenthet egy személyt is, akinek szava van. Ez lehet a főnököd, ez lehet egy ügyvéd vagy egy bíró, és itt kialakulhat köztetek egy szerelmi párkapcsolat. Az előtted lévő kártyák jelentik az, ami várható a közeljövőben, amire te odafigyelsz, hiszen ebbe az irányba tekintesz. Itt az utak jelentik a döntéseket, és a nap megvilágítja az élet utadat. Láthatóvá tesz valamit. Az utak jelenthetik a sors utakat is, amikor sors utak kereszteződnek, és ez egy találkozást jelent, a nap pedig megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit, vagy valakit. Lesznek fontos döntések, egy új irány, és lesznek fontos találkozások is. Itt a képek mögötted jelentik azt, ami felől még eltekintesz, ami még nem látható számodra. Tehát mondhatnám azt is, itt vannak a titkok, de megnézzük azt, hogy mit jelentenek a kártyák. Ez a ház utal az otthonodra, vagy a családra. Azt is jelentheti, hogy szeretnél kiépíteni valamit. Jelentheti az alapokat is. Itt megjelenik a szerencse, és ez a hajó adja hozzá a reményeket. Persze ez a hajó jelenthet külföldi kapcsolatokat is, mint például egy ház vagy egy lakás vásárlását külföldön, de lehet egy meghívás is, egy látogatás, és akkor jelenti ez a kártya az utazásokat. Melyik kártya fűzi össze a házat az élet erővel, hiszen itt a családról, az otthonról van szó. Itt megjelenik a lelki társad. Az lehet, hogy ő meg akar látogatni téged. Ami összefűz benneteket, ez a szív, hiszen ő is egy vonalban van a szívvel, te is egy vonalban vagy a szívvel, tehát összeköt benneteket ez a szerelem, ami szerencsét hoz. Ez a ház, az jelentheti azt is, hogy ő tervez veled együtt egy közös otthont. A szerelem és a ház egy vonalban van a fával,
az jelenthet egy szép környezetet, ez a ház ott van egy erdő körül, víz van a közelben, tehát egy szép környezet, de ez a fa azt is jelentheti, hogy mindketten szeretnétek ebben a párkapcsolatban legyökerezni, és álmodoztok egy közös otthonról, a jövőről. És ez az utazás lehet egy nyaralás, vagy egy lelki út, egy belső út. Ez a férfi ebbe az irányba tekint, tehát ez fontos számára, hiszen odafigyel erre a kártyára, és az jelenti a tisztaságot, egy tiszta otthont, egy tiszta szerelmi kapcsolatot, amit a lilium még jelenthet, különösen ami a szerelmet illeti, ezek a szexuális témák. Ő odafigyel erre, de nem mondja meg neked, hiszen más irányba tekintetek. Ami összefűz benneteket, az a szerencse és a szerelem. És milyen gondolatai vannak? A gondolataiban megjelenik ez a medve, ami jelenti az élet erejét. Lehet, hogy így a párkapcsolatban, a szexuális területen ki akarja mutatni a férfiasságát, az erejét, de itt ezek a kártyák még az ő gondolataira utalhatnak. Itt megvan ez a barátias kapcsolat, persze jelenti a hűséget is ez a kártya. Ez a hűség és ez a kapcsolat kettőtök között adja számára az életerőt. Az is lehet, hogy van a közelében egy jó barát, neki van szava, befolyásolja az eseményeket, megvan itt a kapcsolat, és megbeszélnek bizonyos dolgokat. Az is lehet, hogy ez a barát külföldön él, és lesz egy meghívás, ami kettőtöket illet. Ő szeretné azt, ha mindketten ezt a barátot meglátogatnátok. Amit a gyűrű még jelent, hogy valami vagy valaki visszatér az életedbe, vagy az ő életébe, szerintem róla van szó, hiszen ő áll egy vonalban ezzel a kártyával. És amit ez a gyűrű még jelenthet, ezek bizonyos szerződések. Lehet, hogy itt külföldi kapcsolatokról, vagy egy ingatlanról lesz majd szó. És ez volt a heti jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderát!